Kisi ma megy először iskolába. Gyerekek, reggeli, gyertek. Figyeljetek apátokra. Jó, figyeljetek csipások. Ilyen nap csak egyszer történik meg az életben, és amikor elkövetkezik ez a nap, akkor már nem csak a játékon jár az eszünk, hanem hol jár? Hol jár? Na hol jár? Hol van Misi? Hol van Misi? Hol lehet? Hol van? Keressétek meg, gyerekek! Itt van az ágyában még alszik! Haj oda! Ághegyen a nap! A monyorróját! Én csak az üres széknek prédikálom! Gyere, Misikém! Úgy csak kényeztesd a te kis Misikédet! Kedves gyerekek! Most már elég nagyra nőttetek, hogy megkezdhessétek a tanulást. Eddig jó szüleitektől elég magot kaptatok táplálékul, és nyugodtan minden rácsáhattátok. De ezen túl magatoknak is kell szeretnetek elességet, és nem szabad minden rácsálatok, hanem el kell tennetek belőle a Zord térre. Megértettétek? Megértettük! Hát akkor mondjuk el szépen közösen a tanköltemét, ennek minden betűjét teszetek be vésétek. Kezdjük! Kesztenye, tölgy, bükszír, gyertyám, terített asztal, mókuskám! Kesztenye, tölgy, bükszír, gyertyám, tápcsát, ha akarod, mókuskám! Rakj el télire, mókuskám, mert ma csak nyáron van a fán. Amit csak találsz itt a fán, rakd a bendődbe, mókuskám. Okos tanácsom, tartsd meg ám, mert hopp lesz majd télen, mókuskám. Húr, bír, bor, bír, bor, brió, enni meg aludni. Dióverte, te elaludtál, mindent megettél. Az osztály velem jön a tornajátékre, te pedig itt maradsz egyedül gondolkodni. Dióverte, csintalanság. Gyerekek, gyerekek. Vannak madarak, akik elrepültek messze a tél előtt oda, ahol mindig meleg van és mindig teremnek a fák. Hát akkor én mégsem tanulok, mégsem gyűjtök, és mégsem unatkozom az iskolában, hanem fölkélekedem, és megkeresem az örökké termő fát. Hé, testo! Szebusz Mókus. Szebusz Majom. Én nem vagyok Majom. Én nem vagyok Mókus, én Bum vagyok, a Majom. Örülök, hogy megismerhettelek. Hallottam már majmokról, hogy egy kis fánére, és egy olyan kiváló légtornászok, mint a Mókusok. Ülök a szerencsének, tehát te a fán, és akkor mit keresel itt az úton? Én az örökké termőfát keresem. És te? Engem azért állítottak ide, hogy másokat megvédjek a veszélyt. És mégis mitől? Erre egy kegyetlen kígyó lopakodik. Én már jól ismerem azt a szegénységet, itt az ide, fussunk meg közelebb. Csír, 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 kit megmarok a zöldök elviszi. Fussunk! Majd én elintézem! Támadtam, hogy ott már félek, majd kivégezzek én téged! Hopp, hopp, megvagy, most lesz a vacsorám! Várj, kicsit barátok, nem láttam, több hús van, válasz, Mókus vacsora vagy Majom vacsora? Tehát megvan a reggelim is. Hát most vacsora vagy reggeli? De már teljesen összezavartatok. Számod ki? De hogyan? Használj papírt és egy ceruzát. Miért? Ceruzát? Papírt? Már a saját étnapján se ért az ember. Milyen papírt? Francia kockása. Na itt szépen! Koszinusz! X! Szorozva 3-mal, négyzetgyűk 36, mínusz 249 egyenlő. Na ez az, ha azt kiszámoltad, mind
vagyok. Én meg a majom. Misi Mókus vagyok. Ezek itt az ivadékai. Kérem tisztelettel. Sárkányban. Sárkány ugyanis a művész nem. Kérem tisztelettel. Mi egy nagy énekar vagyunk, hogy ne unatkozzunk, énekünk. Kérem tisztelettel, az önök tiszteletére, éme a mű szíves meghallgatás vége. Szabad érdeklőnöm. Ön is az önök két elműfát keresi? Jó napot kívánok! Bocsánat, ha szabad érdeklődnöm. Ön is az önök két elműfát keresi? Azt kérdeztem. Ön is az önök két elműfát keresi? Azt kérdeztem. Ön is az önök két elműfát keresi? Nem ismételni, válaszolni. Nem ismételni, válaszolni! Megőrülök, én ezt nem bírom tovább, jó napot! Megőrülök, én ezt nem bírom tovább, jó napot! Milyen csodás fa! Az egyik ágon tele van virággal, másikon épp érik a gyümölcs, harmadikon pedig már potyog le. És ez az örökkételmű fa! Mégiscsak eljutottam ide. De hogy ez az örökkételmű fa, akkor hol vannak a mókusok? Vagy nem mókus fajzatok ezek itt? Milyen különös idegen, és mégis ismerős hangot hallottam. Misi mókus vagyok, távoli rokon. Bocsánat, szabad le becses kőkbe tolakodnom. Suta a nevem, mit ugrálsz, hogy feküdj inkább le. Mitől fulladnék ki? Ne fáradtok el a szátogjátatásával, inkább vegyünk. Te hogyan vagy az étvágyaddal, kicsi vézna jövevény? Hát, én olyan hosszú utat tettem meg, hogy a hosszú úttól olyan éhes lettem, hogy bizonyára az esernyőmet is megenném. Lusta mókusok, együnk! Jaj, jaj! Alaposan elrontott. Itt az ideje, hogy hazamenjünk. Elbúcsúzom tőletek. Szervusz!